Egyértelműen kijelenthetjük, hogy Magyarország futball lázban ég. Az elmúlt évtizedekben soha ilyen érdeklődés és szeretet nem övezte még a magyar válogatottat, mint napjainkban. Ez pedig nem csak itthon, de Franciaországban is jól érzékelhető. Korpás Gábor kollégámat ezúttal a ma esti mérkőzés helyszínéről, vagyis Lyonból kapcsoljuk. No hát akkor nézzük, milyen a magyar megszállás Lyonban. Jó reggelt kívánok, szervusz Korpi! Jó reggelt, szia Zsuzsi, köszöntöm a nézőket! No, hát a megszállást az persze azért csak finoman jelentettem ki, vagy mondjuk úgy inkább csak egy ilyen kis poénnak szántam, tekintettel arra, hogy azért ugye van mögöttünk most már a marseille események után, már mögöttünk úgy értem, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség mögött egy elég komoly büntetés. Ezt hogy érte meg a csapatként? Mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban? Van egyáltalán ráhatása mondjuk a kinti vezetőknek arra, hogy a szurkolók megembereljék magukat? Abszolút jó a megszállás abban az esetben, hogy tényleg ellepik a várost a magyar szurkolók, legalábbis Bordóban mindenféleképpen ez volt a tapasztalat, Marseille-ben meg aztán tényleg arról beszélgettünk, hogy szinte egy magyar várossá alakult át Marseille arra pár napra, amíg a magyar csapat ott tartózkodott, és ugye a mérkőzését játszotta. Egyébként az eddigi tapasztalatok az voltak, hogy a meccs előtti napon még úgy szállingóznak a szurkolók, aztán a meccs napjára megérkezik a nagy tömeg, vagy a nagyobb tömeg, és ez majd a mai napon is így lesz, hogy egy közös helyen gyülekeznek. Tegnap volt szerencsém beszélgetni, ugye vannak kint magyar rendőrök is, és ők elmondták, hogy hát igen, a pirotechnikai dolgokat, azokat ugye sikerül bevinni a stadionban, és hát emiatt ugye kapott is az MLS büntetést, ha jól tudom, akkor 10 000 euró egy ilyen fákja a büntetés értelmében, és hát ugye még a marseille-i eseményeket, azokat még vizsgálják. Szóval Bordóban is volt már büntetés, és hát valószínűleg, hogy a marseille-i történések miatt is kap majd az MLS egy számlát, amit majd azért igen, ki kell fizetnie. Hát jól tudom, akkor nagyjából 85 000 eurónál járunk, és azért jól lenne ezt mondjuk nem növelni, de legfőképpen talán azért, mert gondolom, hogy nem így kellene most a folytatásban felhívni nyilván a magyar csapatnak magára a figyelmet. Annál is inkább nem, mert hogy hál' Istennek a teljesítményével sikerült, és majd ki is fogunk erre szakmailag is térni, hogy vajon mi ennek az olvasata per pillanat. Egy picit akkor beszélj még nekünk azért arról a hangulatról, amit mi most itt persze Budapesten ülve nem érzékelhetünk, viszont neked megadatik ennek minden szépsége, öröme. Egészen elképesztő és életre szóló élmény vonulni a szurkolókkal. Már Bordóban is ez volt az érzésem, és Marseille-ben is ugyanez az érzés kerített a hatalmába, hiszen mind a két alkalommal találkoztunk a szurkolókkal a gyülekezőponton, és elkísértük őket egészen a stadionig, és tényleg egészen felemelő, ahogy az utcán vonulnak a magyar szurkolók. Egyébként mi nem tapasztalunk a vonulások alkalmával rendbontásokat, tényleg egy ilyen kellemes hangulatú ez a séta. Hát nyilván vannak szurkolói rigmusok, meg nyilván hangosak egy kicsit a magyar srácok, de lógnak az erkélyen a francia emberkék, és fényképeznek, integetnek nekik, és nagyon-nagyon tetszik. Természetesen a magyarok meg válaszolnak ilyenkor, hogy üzennek egy kicsit a francia lakosoknak, akik az erkélyen áldogálnak, hogy bizony ők itthon vannak, és szervusztok. Úgyhogy mi általában nem tapasztalunk, vagy mindig jó helyre állunk be az ilyen vonulások alkalmával, de elmondták, hogy azért az ilyen zavaró tényezőket, zavaró elemeket megpróbálják a szurkolói csoportok is kiküszöbölni, hiszen ők sem szeretnék büntetni a magyar válogatottat, respektálják nagyon-nagyon az eddigi teljesítményét a magyar csapatnak, és hogyha ők tudnak tenni annak érdekében, hogy erről az oldalról ne jöjjön semmi negatívum, akkor ők meg is tesznek mindent annak érdekében, hogy ne erről legyen, vagy ne ettől legyen hangos a sajtó, hanem a magyar labdarúgó válogatott teljesítményétől, hiszen a mai vonulás alkalmával is több módon változott már a vonulás útja, és szinte mindenbe belementek, sőt mindenbe belementek a magyar szurkolói csoportok, hogy rendben, akkor egy más helyen találkozzanak, ott legyen a gyülekező, úgy van most, hogy egy lóversenypályánál fog
majd összegyűlni a tömeg, és onnan indulnak meg egy ilyen nagyjából 5 kilométeres sétára, ami már a stadionig vezet majd. Szóval mindenben benne vannak, és az az elsődleges szempont a szurkolóknál is, hogy emiatt ne érje hátrány a magyar válogatottat. Hát ez nagyon fontos, és hát tényleg úgy tűnik, ugye, hogy végre eljutottunk egy olyan fázisba, amikor, hát ha nem is szó szerint, de képletesen a magyar válogatott a teljesítményével az ujja köré tudja csavarni a szurkolóit, és erre maximálisan szükség is van, ugye Dárdai Pál nyilatkozta minap, hogy most látszik az, hogy milyen az, amikor végre nem szeretett, hiányos állapotban kell a csapatnak teljesítenie, hanem megkapja, hogy az egész csapat azt a fajta bizalmat és őszinte szeretetet a szurkolóktól, amit ezek szerint mondjuk évtizedek óta nem, hát ennyit számít. Na persze, természetesen a hangulatunkban azért az is nagyban belejátszik, hogy milyen állapotban van, vagy lehet a csapat. Ugye Böde és Lang sérüléséről hallottunk, illetve tudtunk, illetve hát Fiola Attilának azt gondolom az a csúnya boka kifordulása úgy tűnik, hogy nem alakult túl jól. Mik a legfrissebbek vajon a mai reggel lehet-e tudni, hogy kik lesznek ma harcra készen a portugálok ellen? A tegnapi edzésen ott voltunk, ugye ezt megint nem tudta a csapat a mérkőzés helyszínén megtartani, hiszen most már bevett szokása a rendezőktől, hogy próbálják kímélni a pálya talaját, és a mérkőzés előtti napon nem a helyszínen edzenek a csapatok. A portugálok nem is voltak még itt a délután folyamán Lyonban, illetve lehet, hogy megérkeztek, de még otthon edzettek, és az volt nekik a hivatalos sajtótájékoztató, az otthon az Párizs alatt természetesen, és úgy érkeztek meg ide Lyonba. A magyar csapat pedig az Olympique Lyon edzőpályáját használta az utolsó tréningként a délután folyamán. Azon ott volt Böde Dániel, és ott volt Lang Ádám is, úgyhogy az ő sérülésük szerintem nem annyira komoly. Fiola Attilái viszont igen, ő továbbra sem edz a magyar válogatottal, és Ben Stork is elmondta, hogy a csoportmérkőzések folyamán már biztosan nem számíthat az egykoron Pakson játszó védőre, de a további szakaszokban, ugye a kieséses szakaszban már például számíthat rá. És érdekes, hogy ezek a sérülések, ezek abból adódnak, hogy nagyon-nagyon pörögnek a játékosok, és már az edzésen is nagyon oda teszik magukat. Nyilván ez egyfajta elvárás Ben Storktól, hogy a csapat az edzésen is úgy menjen, meg a játékosok az edzésen is úgy teljesítsenek, mint hogyha az mérkőzés lenne. Ugye biztos, hogy ebből vannak ezek az apróbb sérülések, hogy egymásra csúsznak a játékosok, egy kicsit oda könyökölnek egymásnak. No, hát az persze, amit te is mondasz, hogy Ben Stork valószínűleg Fiola Attilára már a csoportmérkőzéseken nem számíthat, de ez egyben fel is veti azt, hogy ahogy nyilván a legjobb 16 között talán igen, egy olyan fejezetről beszélünk, amire azt gondolom, hogy nagyon kevesen mertek volna nagy tételben fogadni. Volt-e annak bármilyen kézzelfogható érzete, hogy a tegnapi napon, amikor ugye a német mérkőzés függvényében, illetve ugye annak az eredménynek a függvényében biztossá vált, hogy a magyar válogatott valóban ott van a legjobb 16 között, végigvonult-e valami fajta, nem is tudom, örömhullám ott egyáltalán a környezetedben érezhetően az, hogy hát tulajdonképpen hála Istennek, ugye most már nem is a mi kezünkben van a sorsunk, bekövetkezett azt, amit csak titkon és nagyon kevesen reméltek. Ugye 17 órától volt a sajtó nyilvános edzés, és negyed óra van ilyenkor a média munkásoknak arra, hogy ott legyenek az edzésen, utána visszavittek minket a lyoni sajtóközpontba, és ott együtt nézték a magyar sportújságírók, és nagyon-nagyon örültünk, amikor a németek megszerezték a vezetést. Aztán amikor lefújták a mérkőzést, akkor volt egy kisebb fajta öröm ott a helyszínen, hiszen ezzel biztossá vált a továbbjutás. Egyébként a játékosok az előtte lévő sajtótájékoztató még volt azért, hogy finoman és óvatosan fogalmaztak, és mondták, hogy jó, hát először legyen meg a továbbjutás, aztán utána majd beszélni a portugálok elleni meccsről. Ezért egy kicsit nehéz is volt feltenni a kérdéseket, ugye, mert hát minden annak a tükrében lett volna érdekes, hogy a németek megverik az északíreket, és már biztossá válik az, hogy a magyar csapat vagy az első, vagy a második, vagy a harmadik helyen tovább jut a csoportjából, és hogy ettől függően ugye majd, hogy hol folytatódik az útja, és ki ellen, melyik válogatott ellen kell játszania, de hát mi is csak találgattunk, és feltételes módban tudtuk feltenni a kérdéseket.
kérdéseket a játékosoknak és Ben Storknak, hogy akkor hogyan állnak majd ehhez a portugál mérkőzéshez. Igen, hát ez most továbbra is kérdés még, ugye, mert most már nyilvánvalóan a tét egy picit olyan szempontból más, hogy nem azt mondom, hogy spórolni lehet ezzel a mérkőzéssel, mert illő lenne nagyon szépen szerepelni a kezdet után, de nyilvánvalóan most már nem a továbbjutás a kérdés. Fernando Santos, a portugálok szövetségi kapitánya, az egekig dicsérte a magyar labdarúgó válogatottat, hogy ez most egy jó politika is esetleg így előre, vagy előjáróban, vagy pedig tényleg ez az őszinte véleménye, sose tudjuk meg. Minden esetre mit lehet tudni Ben Stork taktikájáról így a mai napot tekintve a portugálok ellen? Én hiszem, hogy ez az őszinte véleménye, hiszen tényleg lépten nyomon olyan emberekbe botlunk bele, legyen az a stadion környékén segítő, vagy a szálláson, vagy az utcán, mikor meghallják, hogy magyarok vagyunk, akkor mindenki egyből gratulál, hogy nagyon jó csapatunk van, nagyon szép focit játszó csapatunk van, és hogy nem hitték volna, hogy majd pont az a magyar csapat lesz az egyik meglepetés. Úgyhogy szerintem Santos mester is megvan lepve, és szerintem azért egy kicsit remeg a portugál lábak, hiszen ahogy láthattuk, eddig nem nagyon jött ki a lépés a portugál csapatnak itt az Európa-bajnokságon. Aztán persze benne van, hogy ma kiszakadt nekik a gólzsák, és nem tudom én, rúgnak 4-5 gólt, de nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy ez a magyar labdarúgó válogatott mondjuk egy 4-est vagy egy 5-est kapjon Portugáliától, hiszen Ben Stork csapatára eddig is pontosan az volt a jellemző, hogy a megfelelő taktikát tudta kidolgozni, és azt a megfelelő taktikát alkalmazni is tudta az adott mérkőzésen. Andy Möller mondta, hogy számára az volt a legmeglepőbb, hogy a magyar játékosok mennyire gyorsan tudják beszívni azt a tudást, illetve az elvárt tudást, amit szeretnének viszont látni tőlük a pályán. Számára ez volt a legnagyobb meglepetés, hogy milyen gyorsan tudnak alkalmazkodni egy-egy szituáció, amit ők elképzelnek majd a jövőben az adott mérkőzésre. Úgyhogy szerintem már a portugálok ellen is megvan az a taktika, amivel sikeres lehet a magyar válogatott. Nyilván a pályán azért történhetnek dolgok, amik keresztül húzzák Ben Stork számításait, de nekem végig az az érzésem itt az Európa-bajnokságon, hogy ez mint egy sakkjátszma a német szakember fejében lépésről lépésre már előre le van, vagy le volt játszva. Hát legyen így, és akkor ezek szerint legyen ő az, aki egy lépésen mindig előrébb jár, mint az ellenfél. Korpi, köszönöm szépen, és hát nagyszerű napot kívánunk neked ott a helyszínen. Biztos vagyok benne, hogy fantasztikus élmény lesz, úgyhogy a friss élménybeszámolókat természetesen várjuk majd újra. Szép napot! Szép napot, szia!